testzsír és vérnyomás méréssel, valamint a Magyar Vörös Kereszt közreműködésével létrejövő víradással kezdődött meg a Tinódi Ház egészséghete. A szakemberek a Majoros teremben várták az önkéntes véradókat, akik között ajándékot sorsoltak ki. A hét minden napján tartalmas programok várták az érdeklődőket, többek között Herceg Attila klarinétművész, önismereti és személyiségfejlesztő tréner tartott előadást arról, hogyan tudunk harmóniába kerülni önmagunkkal a zene által. A zene önmagában harmóniát jelent, tehát ha visszamegyünk az időben, akár a Pitagórasz tanítványokig, ugye ők mélyen hittek abban, hogy ez a fajta egyensúly, ez a fajta összhang, ami a zenében megtalálható, ez nem csupán a mi testünkre és lelkünkre hat, hanem gyakorlatilag a teljes univerzumra. Herceg Attila előadásában elmondta, hogy a zeneterápiát kifejezetten arra használják, hogy a testi és lelki egészséget megőrizzék. Maga a zeneterápia alapvetően két nagy formájáról beszélhetünk. Az egyik az azt jelenti, hogy befogadjuk a zenét és átéljük a zenét, a másik ága pedig arról szól, hogy mi magunk állítjuk elő a zenét. Nyilván a zenének a hallgatása nagyon sok mindenre rárókodik. Tehát például itt az előadás folyamán fogok arról beszélni, hogy egyáltalán képesek vagyunk-e mindannyian arra, hogy ezt a zenét befogadjuk, tudjuk élvezni. Herceg Attila tanácsadóként azt tapasztalja, hogy a legtöbb probléma az egészségből és a lelki harmóniából való kicsúszásból ered, viszont Attila és a hozzá hasonló tanácsadók pontosan abban segítenek, hogy az emberek visszataláljanak önmagukhoz.